Telek és diákok táncolnak éppen a színpadon. A Fejér megyei diáknapokon idén is több mint 1000 fiatal lépett fel. A szereplők közel kétharmada Székesfehérvárról érkezett. Nekünk önkormányzatoknak, intézményeknek az a legfontosabb feladatunk, hogy lehetőséget biztosítsunk a fiataloknak arra, hogy megmutassák tehetségüket. Ez a három nap erre kiváló alkalom volt. Ezután is köszönöm Dunaújváros önkormányzatának, hogy a helyszínt biztosította, és a Művészetek Fejér megyei Művelődési Központnak pedig, hogy megszervezte ezt a három napot, és ismét a diákság ünnepe volt ez a három nap. A megye diákjainak egyik legnagyobb versenyén idén is 10 kategóriában adtak át elismeréseket. A Fejér megyei Művészetek Háza szervezésében zajló programot Székesfehérvár és Dunaújváros önkormányzata is támogatta. Mi nagyon szeretünk itt lenni, ugye ez nagyon fontos, hogy a megyében két olyan város van, aki ennyi diákot el tud szállásolni, tehát ez a kettősség a rendezvény esetében, és nagyon kellemes házigazdák, nagyon készségesek, mi nagyon szeretünk velük dolgozni. A fellépők közül sokan most vettek részt először a diáknapokon, és mint mondják, rengeteg élménnyel gazdagodtak. Ez az egész dunaújvárosi kiugrás, úgymond, nagyon szórakoztató volt, nagyon szuper. Nem csupán a diákok voltak elégedettek az idei rendezvénnyel, hanem dr. Balog Ibolya is. A Fejér megyei kormányhivatal vezetője évek óta figyelemmel kíséri a Fejér megyei diáknapokat. Régóta veszek részt ezeken a rendezvényeken, több éve már, hiszen nagyon régóta van ez a rendezvény, és örülök is neki, hogy nem lesz vége, nem szakad vége, bármi is következzen be a világban, vagy akár az országunkban is, de ez a hagyomány folytatódik, és nagyon jó érzés a számomra, hogy évről évre itt lehetek, sőt, még szólhatok is a fiatalokhoz. Az iskolák versenyében az első 5 helyen fehérvári intézmények végeztek. Idén Dunaújváros adott otthont a diáknapoknak, jövőre pedig ismét Székesfehérváron rendezik majd meg az ifjúsági seregszemlét.